Szia, drágám! Szia! A mai adást különösen uh, szeretem, mert egy számomra fontos téma van benne, még pedig az, hogy hogyan segíthet neked az energetikai tudatosság, akkor, hogyha eleged van a negatív gondolataidból, hogyha azt érzed, hogy óriási terhek vannak rajtad, mint hogyha lenyomnának, ha, ha úgy érzed, hogy eleged van a hétköznapok szürkességéből, abból, hogy egy ilyen múkuskerék vagy malom az élet, és keresed ebből a kiutat. Mit lehet tenni ilyenkor? Teljes egy ez ez ki. Ez a podcastunk címe is. Ez mindig és... ilyen nagyon gagyi, oda mondani, ezt, hogy teljes egy ki, mert ez olyan, mint hogy úgy menne, menne ez az egész, hogy mi majd azt mondjuk, hogy teljes egy ki, és akkor hajrá. De Igen, nem, azért át... és ez, ez nem olyan, mint a te történeted, ezt muszáj elmesélnem. A te történeted, amikor Indiában voltál, és egy az elmentél, és az a, oda váltál elé, életedleg kritikusabb szakaszában tulajdonképpen rád nézett, és csak annyit mondtál, you will be happy, és hogy you will be happy. Will be happy igen, igen, hogy az, azaz boldog lesz, áll, és el is zavart téged, és te ott tehát, de, de van millió kérdésem, mi van? Nem vagy kérdésem, probléma. Mi az, hogy egyik nekem azt, hogy you will be happy, ezt nem menjek. Hát, hogy van ez? Szóval mi nem ezt ez szeretnénk, kell... mi egy kicsit ki fogjuk ezt fejteni, hogy mit jelent az ki, hogy teljes egy ki, mi tartozik ide, milyen gyakorlati tanácsunk van. Maradj velünk, mert belevágunk. Ja, előség. meg még annyit ehhez a sztorihoz egyébként, hogy én a buddhista főiskolán végeztem a Jugaszakon, és emellett Indiában is tanultam, Asramban éltem, és nem, nem szoktam erről a, a nem is, de csodálkoztam, hogy felhoztad ezt a sztorit, de valóban így volt, tele voltam fájdalommal, nagyon-nagyon régen volt még, tele voltam fájdalommal. Um, egy kritikus 20, volt voltál -e az életemben. 25 éves voltam talán, igen. Nem, az éveket hagyjuk most. Mindegy, tele, Mindegy. tele voltam, tele voltam nehézséggel, fájdalommal, és, és tényleg ennyi volt, hogy rám nézett, és jó, vagy a happy nem nyugtatott meg, inkább feldőhített, csak azért mondom, hogy amikor... Nem, bocsánat, ez igazat mondtam, mert itt vagy, és boldog vagy, úgy, ha jól most tudom. Teljesen, már azt mondom, hogy szuper szónikus igazság Tényleg egy gurú Igen, csak azért mondom, hogy nagyon megértem azt, hogyha elmondom az életterületeket, amikkel dolgozni fogunk, és akkor... Teljes egy ki. oda dobjuk, hogy jól, akkor teljes egy ki. Na jó, de azért mentségünkre szóljon, hogy ehhez vannak eszközök is, energiagyakorlatok, és ez a kategóriája tulajdonképpen... Nagyon a... a mélyébe ugrottunk szerintem. Nézzük meg ezt a területet először, hogy mit is értünk mi a teljes egy alatt, melyik területet érintjük, és hogy azokat, amiket felsoroltál a legelején, azok hogy tartoznak ide? Azok a területek, Tudom, mit mondok egy példát, hogy ne legyünk ennyire. Uh, egy megtörtént sztorit. Okay. Jó, hogy ne legyünk ennyire, mert tudom, mindig belemegyek abba, úristen. Nagyon, nagyon. Mindig belemegyek abba, hogy a csakra alulműködés, túlműködés, De. és akkor ez. Szabad, szabad. <laughs> <Igen. Szabad. laughs> szóval, elmesélek egy egy sztorit. Um, egy nagyon kedves gyakorlónk. Nem mondok hozzá nevet, mert annyira híres ember, hogyha keresztnevet mondok, akkor is rájöhettek könnyen, hogy kiről van szó. Úgyhogy egyáltalán nem mondok nevet. Azzal keresett meg engem, hogy fél a haláltól. Na, hát ilyenkor mit lehet csinálni, hogyha valaki fél a haláltól? Mondjam azt neki, állj, ne féljél. <laughs> Jogos a félelem, <laughs> bocsánat, száll, mert téve mindenki meg fog hallja Pontosan, vagy, vagy mondjam azt, hogy hát miért igazad van, mert hát ezt úgy tűnik, nem nagyon fogod elkerülni. Na, szóval ezért, ezért tartom sokkal, meg itt lehetne okoskodni. Na, akármennyit lehetne okoskodni, de félelem megmarad. Ez az idényünk, ugye ez hallhatatlan. Na, hát, hát jó, úristen, itt, úristen tehát... őisten, mekkora gagyik. Na, hát ezt csak azért mondom, mert igaz, minden szava igaz, minden akkor, aztán. hogyha az ember olyan energetikai állapotban van, hogy ezt éli. De térjünk vissza e valóban. Nekem az volt ez. a dolgom ezzel az úriemberrel, hogy ezt élje meg belülről. Hogy ő mondja nekem, hogy ó, képzeld, rájöttem arra, hogy hogy örökkévaló lélek vagyok. Hú, ez aztán nem sem... <sor> ez egy óriási ugrás, onnantól kezdve, hogy félek a haláltól, hogy eh, Igen, <sor> most csak nyilván viccelek, de hogy, hogy én abban hiszek, és ezért nem hiszek a abban, hogy az ezok könyvekből meg lehet találni azt a tudatállapotot, amit a hétköznapokban tartósan fenn tudunk tartani, mert amíg energiablokjaink vannak, addig az energiablokjaink gazdatestei vagyunk, azaz úgy érzünk, úgy gondolkozunk, Uh, ahol úgy cselekszünk, ahol ezek az energiablokkok rángatnak minket. És nagyon fontos, hogy a legnagyobb odaadással és együttérzéssel fogadjuk mindenkinek az érzéseit. Tehát ez a Így viccelődés nem arról szólt, hogy is tehát ez az ember fél a haláltól, milyen-milyen dolog, ez már nem, természetesen ez egy nagyon komoly dolog, és ezt tudjuk, hogy sokan vannak ebben a helyzetben is, és... és soha semmi, senkinek az érzelmével nem Így van. halálosan komolyan veszük tulajdonképpen. Így van, és ennek, ennek pont ez a lényege, a hogy, hogy ezért uh, én nagyon Látjuk sokat szenvedtem életemben, és nagyon sokszor féltem a haláltól, uh, és minden okom meg is volt rá, mert mondjuk Igen. azt mondták, hogy haldoklom. Tehát, hogy, hogy ebben az állapotban abszolút együttérző vagyok, tehát... Uh, itt nyilván megpróbáljuk így elpoénkodni a nehéz témákat, de a lényeg az, hogy ez valóban nehéz téma. És hogy mit lehet ilyenkor csinálni. És az volt a jó, hogy én azt láttam, hogy a szavaknak itt abszolút nincs értelme, úgyhogy nem is beszélgettünk róla. Mert, mert én szoktam mondani azt, hogy szeretem az extravagáns vagy elegáns megoldásokat, és az nem elegáns megoldás, hogyha valaki oda jön hozzám egyéni órára is, még régebben volt, amikor még tartottam ilyeneket. És elmondja nekem, hogy fél a haláltól. És egyébként neki ez már eleve nehéz, mert egy híres ember mindig ilyen isteni státuszban van beállítva azért a, 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 a hétköznapi emberek szemében. Tehát amikor így megmer nyílni, az nyilván neki ez egy nagy uh, lépés volt, és nyilván nagyon kínoszta ez az érzés. És, és azt láttam, hogy nem elegáns dolog erről beszélni akármennyit, mert mit tudok neki mondani őszintén. Ami tényleg gondolj bele, mit tudok neki mondani, ami ezt megcáfolná. Vagy ki billenti ebből az állapotból? Egy, egy valami billenti ki ebből az állapotból, ebből a félelemből. Az pedig az, hogy elkezdünk a felső csakrákkal dolgozni. A felső csakrák uh, tudják ezt, hogy mindannyiunknak van egy igazi, szellemi, élő tudásból táplálkozó bölcsessége. És ha nem ezt éljük a mindennapokban, akkor nem velünk van a probléma, nem azért van, mert buták vagyunk, hanem azért, mert blokkolva vannak ezek a felső területek. És én mindig azt szoktam mondani, hogy felső területeket dolgozni, mint a torok, harmadik szem, koronacsakra, az olyan luxus kategóriának tűnik. Mert ugye, amíg az embernek mondjuk önérvényesítési, határmeghúzási problémái vannak, vagy nincs párkapcsolata, vagy sorolhatná, vagy anyagilag instabil, addig, addig, persze, hogy kapkodja a fejét, és megpróbálja betömni a réseket. A, a rést a pajzson, hogy ahol szökik az energia, megpróbálja utolérni magát nap, mint nap. És ehhez képest a felső területekkel dolgozni, az olyan, mint hogy hát az minek neked? Ez olyan hát, luxus dolog, Ez olyan luxus. Persze, ez olyan, mint hogy, mint hogy filozofálni a helyet, hogy az ember mondjuk pénzt keresne, hogyha otthon éhezik a gyerek. Tehát, hogy minek, minek ez. De valójában én azt látom, hogy az a felső három területünk, amit mi úgy hívunk, hogy teljes egy ki, az, az, nagyon fontos célt szolgál. És hogyha háttérbe szorítjuk az életünkből, vagyis hagyjuk, hogy az energiablokk rángasson minket, ami azt mondja a számunkra, hogy á, ne foglalkozz ezekkel, akkor nagyon meg leszünk lőve a mindennapi életben, a gyakorlatban. Mert a koronacsakra a megoldása annak, hogy ez az élő bölcsesség, hogy az ember tényleg átélje az élet áramlását saját magán keresztül, és, és megértse azt, hogy a... és elhagyja a halálfélelem. Itt nincs mit megérteni. Ez nem fejben zajlik, hanem érzésben, átélésben. Ide tartozik az, amikor az ember úgy érzi, hogy motiválatlan, nyomják a terhei... Én most nem a depresszió kifejezést akarom használni, hiszen nem pszichológusként beszélek most, de az az állapot, amikor az ember végtelenül motiválatlan és nehéz a teste. Ennek van egy ellenszere, amit úgy hívnak, hogy a koronacsakra jó működése, ami frissességet ad, emelkedettséget ad, inspirációt ad, valódi inspirációt ad. Amikor az ember elszakad ettől az energiától, úgy érzi, hogy az élete szürke, úgy érzi, hogy minek kelljek föl. Holnap, holnap is ugyanez lesz. Már elegem van mindenből. Na, ez az állapot az, amit, hogyha a koronacsakra energiájáról lemondunk, akkor lemondunk arról az inspirációról, ami belülről tüzel minket, amitől úgy érezzük, hogy Úristen, mennyire akarok élni, mennyire akarom csinálni azt, amit csinálok, mennyire szenvedélyes vagyok benne, mennyire látom az igazi értelmét. A torokcsakrához tartozik a hivatásunk, és nem csak mint munka, hanem az az életcél, ami heroizálja az embert. Azok a magasabb értékek, amiért, aminek az életünket oda akarjuk adni, szenvedélyesen, amit meg akarunk élni, és boldogítóak. A harmadik szemhez nem csak az ezó, intuíció, meg ilyenek tartoznak. A harmadik szemhez tartozik az az állapot, amikor az embernek a béke van a fejében. Béke van a fejében, és nem a használt, unalmas, negatív gondolatok futnak körbe és körbe. Úgyhogy van egy olyan állapota a harmadik szemnek, amikor az ember nyitott az új perspektívára, van egy frissesség. Az a, az a frissesség, ami annyira hiányzik sokszor az életünkből, ami miatt így bekövülünk, elfáradunk, megöregszünk, az ott van a felső területeknél, ránk vár, ránk vár. Azt akarja, hogy gyere, gyere, gyere foglalkozz velem. Ez egy meghívó. Amikor az életünk elsivárosodik, akkor megkaptuk a meghívót hogy foglalkozzunk a felső területekkel. Te ezt hogy látod? Abszolút, abszolút így látom. Tényleg egy olyan frissességet hoz az ember életébe, ami, ami szükségszerű. Főleg akkor, hogyha nagyon el vagyunk havazva és merülve az alsó világok energiájába és feladataiba a hétköznapok során. Úgyhogy teljes egy ki. Igen, és, és egyébként ez lett a mellékhatása ennek a történetnek, hogy én, én azt mondtam ennek, a, ennek az úrnak, hogy én nem fog semmit beszélni, mert nem akarom lelőni a poént. Nem akarom lelőni a poént. Nem fog semmit magyarázni erről a halálfélelem dologról, hanem nézzük meg, hogy hogy alakul magától az érzésben. Idézőjelben a magától. A magától. A magától. Na azért, hogy igen, azt tegyük, hogy az, ez az a magától. A magától az nagyon kemény gyakorlás. De a kemény az nem azt jelenti, hogy négy ütemi fekvő támasz. A kemény a gyakorlásban az, hogy az ember Tékerfess. ilyenkor az ember ilyenkor a saját korlátait haladja meg. Igen. Tehát gyakorlatilag, ha ezek a területek alul működnek, tehát a teljes egy ki eh, részsel, életrészsel, dolga van az embernek, akkor olyan, mintha egy ilyen, ilyen csatorna fedél lenne a fejünkön, ami folyamatosan nyom lefelé. És amikor persze ezt nem érezzük, mert hozzászoktunk az érzéshez. És amikor Csak ezt elkezdjük felfelé tologatni, hát akkor jön a fejed Úristen, de vastak, uder ennyi. Ez mozdíthatatlan. Na ez, ez nem igaz, mert mozdítható. Igen, és ezért ezért mondom azt, hogy kemény gyakorlás, mert nyilván ez időbe telik. Tehát, hogy és és kitartásba. És kitartásba, tehát rétegről rétegre kitisztítani ezeket a, a tulajdonképpen a világképnek ezt a részét, és mondom nem gondolatban, nem szavakkal hanem energetikailag áramlásba hozni ott a dolgokat. És nagyon érdekes volt, mert, mert azt mondta nekem, hogy abszolút nem hit abban, hogy, hogy ezt meg lehet csinálni, mert hogy is lehetne, mert már mindenhol volt, meg már mindent végig gondolt, meg mindent végigolvasott. És azt vette észre a, a gyakorlás közben, hogy olyan, olyan érzése volt, mintha mint megfiatalodott volna, mintha tavasz lenne újra. És hogy, mint amikor valaki szerelmes, és ő tényleg, tényleg úgy volt vele, annyira félt a haláltól, hogy azt gondolta, hogy bármelyik pillanatban vége lehet mindennek, és, és mint télen a fák így, így megmerevedett tulajdonképpen. És, és mondta, hogy úgy érzi magát, mint egy, egy olyan idősebb férfi, aki aki újra szerelmes és szerelmes egy fiatal nőbe, és ez annyira mozgatja, annyira inspirálja, és, és egyébként nem ez történt, csak hogy a bulvártól tartózkodjak, nem ez történt az életében, hanem hanem az érzés, és amikor azt mondja, hogy, hogy amikor egy, egy férfi annyira szerelmes, és van egy ilyen boldog fiatal párja, hogy hogy eszébe se jut a halál, tehát, hogy eszébe se jut az, vagy hogyha meghalna, akkor boldogan halna meg, akkor, akkor a karjaiban halna meg. Na, ilyen érzése volt, és hogy, hogy, annyira megváltozott, és ezért jó energetikailag dolgozni, ezért jó az energetikai tudatosság, mert ha csak fejben gondolkozunk róla, akkor a test erre nem reagál. De az ő testen nagyon is reagált. Elkezdte visszanyerni a, a rugalmasságát, az izületei, ő egyébként már idősebb, az izületei rugalmasabbak lettek, az arc kifejezése megváltozott, kisimult az arca, visszajött rá az a béke. Mert ugye idősebb korban az emberek arca felvesz egy, egy általános arckifejezést, egy alaparc kifejezést, ami jellemző a lelki világunkra. Ezért van az, hogy sok idős embernek aggódó arca van és az ő arc kifejezése, ami be volt keményedve, ez fellazult, fellágyult, és lett egy olyan érzés, hogy jó a közelében lenni, mert ezt árasztja magából, ezt a, ezt a fiatalos érzést, ezt a, ezt a lendületet, és és uh, ahelyett, hogy be akarta volna magát biztosítani abban, hogy valaki ígérje meg neki, hogy ő nem fog meghalni, ahelyett pont ez a, ez a, ez a szabadság árad belőle, és na jó, nem is beszélk erről tovább, de mert hát, tudom, hogy sokat beszéltem róla, de annyira, annyira, csodálatos ezt látni, mert, mert nem szavakban történik meg az átalakulás, nem filozofágatásban, hanem belülről, testi szinten is ugyanúgy, érzésben is ugyanúgy, kisugárzásban. Úgyhogy én már, ahogy így beszélek róla, komolyan alig várom, hogy elkezdjük a gyakorlást. Ez is komolyan mondom neked. Annyira belejöttem magam. Hmm. Mi van akkor? Csak ezen gondolkoztam, hogy uh, uh, még valami például, hogy az emberek engem nem szoktak azzal megkeresni nyilván, hogy úgy szeretnék egy kicsit szellemiséggel foglalkozni, meg a felső területekkel. Általában az a, az a jellemző, hogy az ember élete úgy érzi, hogy zsákutcába jutott, vagy az egész úgy valahogy hogy beszűkült, és ezért jön el. Általában az ilyen emberek, na, senki nem szellemiségért szokott hozzánk jönni, ami szerintem kevesen tök legyen. jó. nagyon kevesen. Szellemis. Ami szerintem tök jó, mert ezt jelenti, hogy az emberek valós megoldást keresnek valós problémákra, azaz gyakorlatban érdemes dolgozni. És uh, most csak hangosan gondolkozom még erről a területről, hogy senki nem úgy jön hozzánk, hogy jaj, dolgozom -e egy kicsit a koronacsakrával, na hát, <laughs> szí, Hanem, hanem igazából általában úgy szokott, hogy valaki ajánlotta, aki látják ezt a változást. Szóval, hogyha valaki egy kicsit megreked az alsó területeknél, a, a, a világi dolgokban, és ahogy az ember idősödik, ez előbb-utóbb ki szokott derülni, hogy nem itt van a bölcsek kövállásva. Nem abban, hogy mekkora hatalmunk van, nem abban, hogy mennyi pénzünk van, mit tudunk magunknak összeszerezni, hanem ez mind-mind mindbént valahogy túlságosan uh, hamis illúziót ad a biztonságról. És uh, általában olyan emberek jönnek el így, akiknek az élete valamilyen szinten zsákutcába jutott, és keresik ezt a frissességet. És én ezzel nagyon elégedett vagyok, mert én, én nem uh, vágyom olyan babérokra. Uh, tudom, hogy diplomáztam jogából, tudom, hogy tanultam Indiában, asramban éltem. Tehát lehetne uh, így is tanítani, hogy beszélhetnék erről sokat, de, de nekem ez, az én mentalitásomnak ez nagyon megfelel, hogy hogy uh, me, valódi megoldást adni, gyakorlati megoldást adni, és nem, nem csak gondolkozni róla. Úgyhogy Úgyhogy nagyon köszönöm, és nagyon nagy, nagy megtiszteltetés nekem, hogy, hogy megkeresnek úgy emberek, hogy az élet nagy kérdéseit boncolgatjuk. Lehet, hogy nem szavakban, de energetikai megoldással. Úgyhogy ide tartozik, ha valaki úgy érzi, hogy, hogy elege van a nehéz terhekből, elege van a szürkeségből, a taposommalomból, abból, hogy nem találja a hivatását, abból, hogy úgy érzi, hogy céltalan az élet, elege van a félelmekből hogy a hozzátartozóinak baja esik, vagy hogy neki baja esik. Minden olyan, ami, amire szóban nincs válasz, így is mondhatnám, de energetikailag van. Na, az, ezek a kérdések tartoznak ide, hogy teljes egy Igen, de igazából nem csak akkor, hogyha ezek a kérdések foglalkoztatnak, hanem ugye mindig azt mondjuk, hogy érdemes komplexen foglalkozni a, az energiarendszerünkkel, nem csak egy adott területtel. És ebben segít az, az csakra design óránk, ahol tulajdonképpen az oktatóktól szakszerű segítséget kaphatsz arra, hogy éppen az adott te aktuális helyzetedben mivel érdemes foglalkozni. Hát igen, mert ez mindig egyfajta tervezés. A csakra design az van. pont ezt jelenti, hogy, hogy tervez meg az ideális életed azáltal, hogy a csakraidat ideális állapotba hozod. És amire nincs megoldás, agyalásban, szóban, próbálkozásban, arra van megoldás energetikailag. És így köszönjük szépen, hogy meghallgattál minket, drágám. És azt kívánom neked, hogy, hogy inspirált legyen az életed. Hogy, hogy érezd, lásd, érzékeld a perspektívát. Érezd az élő tudást, az élő képeket, amik a lelked mélyéről mozgatnak. Hogy szenvedélyes legyen az életed. Hogy, hogy érezd azt, hogy, hogy okkal vagy itt, és nem azért, mert egy ez olvastad, hogy persze mindennek van oka, hanem hogy éld ezt az okot, ezt a magasabb célt a mindennapjaidban, hogy találd meg a hivatásod, és szívvel léleket tudj benne kiteljesedni, hogy boldog legyen minden pillanatban. Ezt kívánom neked drágám, és köszönöm szépen, hogy meghallgattál minket. Szia! Szia!